Szerencsén is megrendezték az idősek napját, ami színházi előadással volt egybekötve október 12-én a Rákóczi Vár Színház termében. A megnyitón Szerencsváros polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében feltette a kérdést, mi is az időskor? Nyíri Tibor erre válaszul közölte, nehéz meghatározni, a biológiai tankönyvekben nagyjából a 60 évet jelölik meg. A 19. század vége felé az átlag életkor 44-45 év volt, az elmúlt időszakban a koronavírus járvány előtt már 76 évet határoztak meg. Micsoda különbség, micsoda nagy ajándék ez a jó Istennek, és vannak olyanok, akik az eddigi életük egyharmadát nyugdíjasként töltötte. Kívánom mindenkinek, hogy ebben a városban érezzék, hogy fontosak számunkra. Az elmúlt évtizedekre visszatekintve biztosan éltek át olyan pillanatokat, ami nehéz volt, és tisztelet ezért, hogy nem menekültek el a kihívások elől, hanem úrrá lettek a nehézségeken. A Biblia szerint az élet a legnagyobb ajándék, még akkor is, ha már néha nem bírunk leszállni az ágyról, akkor is, ha néha fáj a testünk, ha gyakrabban kell menni az orvoshoz. Legyenek mindig vidámak, még ha sokszor nehézséget is jelent, hangsúlyozta a polgármester. Az ezt követő előadást pályázat útján nyerte a Borsod-Abaúj Zemplén megyei önkormányzat, és gondoltak Szerencsre is. A Körút Színház már sokat szerepelt a városban. Szabó Gergely közgyűlési alelnök üdvözlő gondolataiban felidézte, hogy gazdag az idős emberek tudása, tapasztalata, akik helytáltak a szülőföldön, a háború és a forradalom alatt, a magyarság történelmének nehéz időszakaiban. Az alelnök háláját fejezte ki azért, hogy azt adták, amit az ember a legnagyobb ajándéknak nyújthat, amit a jó Istentől kaptunk, akkor, amikor meghalt értünk, amikor teremtette a világot, azt a csodát, amelyből minél többet adunk, annál többet kapunk vissza. Ezt a csodát úgy hívjuk, hogy a szeretet, hangsúlyozta az alelnök. A megnyitó beszédek után a Körút Színház előadása következett, a Zsákba Macska című műsort láthatta a közönség. Éjjel az ombrius tetején, emlékszel kicsikém, de csuda volt. Lenyit a rosszat a kereket, felettünk neveket, a teli volt. Miközben aló macskát mondjuk volt a kudálán, eloltotta még őt a családtán. Éjjel az ombrius tetején, emlékszel kicsikém. Szerencsváros önkormányzata az ünnepség végezetével kis ajándékokkal búcsúztak a résztvevőktől.